Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy titokzatos jóslás, a titkok jóslata. Ennél a kivetésnél arról van szó, hogy ki mit titkol el előled. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a szegénység. Ez jelenthet veszteséget is, hogy van valaki a környezetedben, aki átéli most ezt a veszteséget, vagy vannak kiadások, vannak anyagi gondok, de ez egy titok. Ez a személy, ez lehet egy nő, de lehet egy férfi is, nem beszél ezekről a dolgokról. Te megjelensz az ő gondolataiban, de ő titokzatos, nem beszél erről. Annak ellenére, hogy van veszteség, vagy úgy érzi, hogy vannak még anyagi dolgok, mégis megvan a bizalma ahhoz, hogy elérje a céljait, sőt, vannak jó lehetőségei. Az, hogy mit tervez, hogy hol vannak sikerei, ő erről nem beszél, hiszen itt titkokról van szó. Itt látható a nappali szoba. Ez jelentheti a te otthonodat, vagy jelentheti az ő otthonát. Ez lehet egy új berendezés, lehetnek változások, lehet egy meghívás. Sőt, amire én gondolok, hogy ő tervezi veled kiépíteni ezt a nappali szobát, hiszen szeretne együtt élni veled. De ez még egy titok. Itt látható ez a férfi, aki magabiztos, parancsolgat. Ez lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Persze lehet a főnöke is, aki nagyon magabiztos. Itt egy férfi látható, de tulajdonképpen lehet egy nő is, akinek ilyen a fellépése, és parancsolgat neki. Ő nem bírja elviselni ezt a helyzetet, inkább rád gondol, keresi veled a kapcsolatot, és nálad tudja akkor kipihenni magát. Itt látható egy csoport. Ez lehet a család, ezek lehetnek az ismerősök, minden esetre jelenti az ő környezetét. De, hogy nála veszteség van. Az, hogy valaki parancsolgat neki. Ő nem beszél itt a környezetében ezekről a dolgokról, hanem inkább megpróbálja ezt eltitkolni. Az is lehet, hogy találkozgat másokkal, ezek ismerősök, de ezt titokban tartja. Nem akarja azt, hogy emiatt félreértés legyen. Itt lesz egy meglepetés, lesz majd nyeremény, úgyhogy nem kell félnie. Most van ugyan kiadás vagy veszteség, de ez a pénz visszatér hozzá. Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz itt meg, és ő nagyon-nagyon sokat gondol rád. Bizonyos dolgokról nem beszél. De csupán azért, mert nem akarja, hogy félreértés legyen, vagy hogy féltékeny legyél, nem akarja azt sem, hogy mert ő most egy nehéz helyzetben van, mert veszteség van, mert valaki parancsolgat neki, és nem akarja azt, hogy te azt hidd, azért jön hozzád, mert problémája van. Ő így is, úgy is jönne. Hiszen gondol rád, szeret téged, te állsz itt a középpontban. És ez volt a titkos jóslás.
Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!